Érettségi után 10 évvel Michael Mead felszedett 45 kilót. Az azt követő években további 140 kilót hízott, míg végül fogollyá vált a saját házában. Ma viszont Michael majdnem ugyanannyit nyom, mint gimnazista korában. Megmutatjuk önöknek, hogyan fogyott több mint 180 kilót 4 év alatt. Nézzék! A hatalmas túlsúly teljesen tönkretette Michael Mead életét. Legnagyobb súlya több mint 300 kiló volt, már mozogni is alig tudott, ezért csak ritkán ment el otthonról. Gépek és gyógyszerek segítségével tudott csak életben maradni. Súlyos állapota csak nem az életébe került. Ekkor azonban komoly változásokra szánta el magát. Amikor nemrég meglátogattam Michaelt, már több mint 180 kilót fogyott. Az elején a derékbőségem 183 centi volt, a ruhaméretem pedig 7XL-es. A súlyom most körülbelül 105 kiló, 81 a derékbőségem, MS vagy LS ruhákat hordok, és nagyon boldog vagyok. A normális súly fenntartása nem mindig okozott nehézséget neki. A középiskolában sokat mozgott, így fitten tartotta magát. Érettségi után az életmódja lelassult, étvágya viszont a régi maradt. A középiskolában körülbelül 100 kiló volt a súlyom. De az azt követő 10 évben közel 50 kilót híztam. A többit pedig folyamatosan azután szedtem fel. Soha nem jutott eszébe, hogy túlságosan lelassult. Ez nem zavarta? Ez egy függőség volt. Nagyon szerettem enni, és addig ettem, amíg bele nem betegedtem. Miből állt egy átlagos nap étkezése? Egy átlagos nap megettem legalább 1 kiló kenyeret, jó sok felvágottal, vacsora előtt pedig rengeteg rágcsálnivalót is fogyasztottam. Sok szénsavas üdítőt ittam, és jó néhány szendvicset is felfaltam még vacsora előtt. Vacsorára gyors éttermi menüt ettünk, a feleségem néha 2 vagy 3 pizzát is rendelt, persze ebből 2 csak nekem. Nem csak az evéstől halmozottak a kilók. Semmit sem tudtam csinálni. Akkora lettem, hogy járni sem tudtam már. Akkoriban aszmám is volt, gyógyszereken éltem, így ez alatt az idő alatt semmit nem mozogtam. Emberek közé menni is nagy kihívást jelentett. Nem jártam étterembe. Leginkább csak otthon ettem, mert az éttermekben, ahová jártunk, nem fértem be a székbe. Miben volt még korlátozva? Volt egy vadonatúj autóm, de nem tudtam használni, mert nem fértem be a kormány mögé. Kaptam egy hosszabbított biztonsági övet az autókereskedésből, ez segített, de a hasam még így is rálógott a kormányra. Nem éreztem biztonságosnak, így a feleségem vitt mindenhova. Michael tudta, életének az irányítása kicsúszott a kezéből, de nem tudta abba hagyni az evést. Súlya 300 kiló fölé kúszott. Állandóan otthon voltam, moccani sem tudtam, csak vártam, hogy jöjjön a kaja. Miután átesett egy szívrohamon, Michael tudta, változtatnia kell. Kilátástalan volt a helyzet, nem tudtam, mi vár rám. A feleségem csatlakozott egy gyülekezethez, ahol rengeteg dologban vett részt, és igazából azt szerette volna, ha én is vele tartok. De hát erre képtelen voltam. Sokszor dühös lettem, amikor a húgom jött a feleségemért, hogy együtt menjenek a gyülekezetbe. Szándékos dicsekvésnek vettem, mérges voltam, mert én nem lehetek ott. Aztán végül is elkezdtem velük gyülekezetbe járni, és a dolgok megváltoztak. Amikor kihívták a megtérőket, előre mentem, és én is megtértem. Attól a perctől kezdve minden egyre jobb és jobb lett. Michael személyes kapcsolatba került Istennel, ez segített neki önuralmat tanúsítani. Elkezdtem sok gyümölcsöt enni, és bizonyos dolgokat kiiktattam az étrendemből, például a kenyeret és a szénsavas üdítőket. Majd még több ételt ki kellett zárnom, és még több gyümölcsöt kellett fogyasztanom, tudja, friss gyümölcsöket. De ez még mindig nem volt elég. A gyors éttermi ételekből is vissza kellett vennem. Ahova addig hetente 3-szor jártunk, most már csak a hétvégeken mentünk el. Kerültem mindenfajta sertéshúsból készült ételt, és inkább halat fogyasztottam. Ez tényleg segített. Ahogy Michael leadta a kilókat, újra képes volt sportolni. Amikor először elmentem sétálni, alig mentem 60 métert, meg kellett állnom. Akkor azt mondtam,
Na jó, akkor leszek elégedett, ha legalább 3 kilométert megteszek egyszerre. Az már jó lesz. 3 év múlva már 8 kilométert tettem meg. Ezt súlyvesztésnek szoktuk nevezni, de ön súlyleadásnak hívja. Igen, mert amikor elveszt az ember valamit, azt vissza akarja kapni. Ha például elveszti a gyűrűjét, akkor kiborul, mert nem szándékosan vesztette el, és szeretné visszakapni. Tehát ez valami átmeneti dolog, és a legtöbben vissza akarják szerezni. A leadás pedig tartós dolog. Vagyis nem véletlenül adtam le a kilókat, hanem Isten szabadított meg tőlük. Ma már nincs szüksége gyógyszerekre és gépekre ahhoz, hogy bírja a napot. Isten segítségével tudtam ezt végigcsinálni. Ő volt a vezetőm, nélküle lehetetlen lett volna.